Komáromi Város Marketing Kft. valamennyi munkatársa nevében köszöntöm a Zöld Komárom csoport követőit. Itt vagyunk a Dogland Kutya Iskolában, mellettem pedig Vizi Bence. A kerítést pedig 8 darab tábla diszíti. Hogyan kerültek ezek a táblák ide a kerítésre? Hát üdvözlök mindenkit, minden tisztelt nézőt. És hát ez a 8 darab tábla, ez a Zöld Kéz Egyesület projekten keresztül valósulhatott meg. Ugyanis amit nyertünk pályázatot, azt szerettük volna oktatási célra felhasználni, és oktatási célra kerültek ki ezek az ismeretterjesztő a táblák a magyar kutyafajtákról, mert azt gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy ismerjük hazán kincseit. És hol is lehetne ennek jobb helye, mint magába a Doglat kutyaiskola, ami mert több mint 20 éve üzemel és rettentesen kedvező áron lehet ide kijönni hétvégén kutyázni, és így nagyon sok emberhez el tudjuk jutatni az információt a magyar kutyafajtáinkról. Ugye sorban láthatjuk az erdélyi kopót, a magyar vizsgát, ugye a magyar vizslák egy táblán szerepelnek, két külön fajként bejegye, vagy fajtaként vannak bejegyezve, ugye rövid és drótszörű változatban. Aztán láthatjuk a leggyorsabb magyar kutyánkat, a magyar agarat, és aztán elmegyünk a szép nagy őrző kutyáink mellett, ugye első sorban most itt a kuvasz, ami egy nagyon szép házőrző fajta. Hát itt vannak ugye róla a téfitek, az biztos, hogy kell hozzá következetes nevelés, de egy nagyon jó házőrző fajtáról beszélünk, és azt gondolom, hogy a külembe is ott van, nem véletlen, egyébként nagyon szeretik a németek is, meg a magyar vizsló után talán a második legnépszerűbb fajtánk. Aztán megérkeztünk itt a Rasta óriásunkhoz, a komondorhoz, Ugye ő, ha úgy tetszik, a, a párja vagy a riválisa, a kuvasznak hasonló területen dolgoznak, vagy szintúgy azon a területen dolgoznak. És mellette a kicsintett változat, vagy hát ki tudja melyik volt előbb a, a tyúk vagy a tojás, de szintén egy rasta országot láthatunk, ő pedig a puli. Egy ilyen 20 éve talán ő volt a legnagyobb sláger a magyar portákon, meg talán Komáromba is belőlük volt a legtöbb, azonban most már azt gondolom, hogy a Pumi és a Mudi elkezdte átvenni a szerepét, ha az ismertséget tekintjük, és legfőképpen a Mudi. A Pumi ról is itt láthatunk egy táblát, egy nagyon játékos kutyafajta, ő is olyan méretekkel rendelkezik kb. mint a Puli vagy a Mudi, kistestű, viszonylag hát nem, hosszú szőrű, de nem olyan hosszú szőrű, mint a Puli, tehát nem kell annyira megjelni. És aztán végül a kis mindenes mostanában egiliti versenyeken nagyon jól szerepelő Mudi, Úgyhogy én azt gondolom, hogy mostanában a trend az, hogy a mudi, mint sláger kezd befutni. Melyek a legkedveltebbek, hogyha az összes fajtát nézzük? Akár világszerte, akár mondjuk itt városunkban. Világszerte én azt gondolom a magyar vizsla, és ez alól a városunk se kivétel, én a magyar vizslát látom. A terelők közül a mudit látom elterjedtebbnek, illetve a nagy régi pásztorkutyáink, amik most őrzővédő célt szolgálnak, pedig a kuvasz tehát nemzeti szinten is, meg párosi szinten is. Bővül -e esetleg a, a, táblák száma a jövőben? Hát ha bővül, akkor csak magyar kutyafajtával. A tizedik magyar kutyafajtára pályázik most három esélyes is van. Ugye egyik a Maisley, nagyon kevesen ismerik a magyar kupasz kutyát. Ugye hasonló méretű, mint a Mudi jellegét tekintve is, csak hát kopik a szőre, úgyhogy kicsit csúnyácska egyesek szerint nekem egyébként bejön. <laughs> Aztán van még nekünk olyanunk, hogy Szelindek projekt. Barta László viszi ezt a projektet, és itt szeretnék a magyar ősi masszifot úgymond újra megvalósítani. Egy természetesen, mivel kihajt falterra beszélünk, a többi nemzet masztifjából kell valami egyveleket összehozni, de az értékek azok azok lesznek, amit régen képviseltek. Itt a Toldiba lehetett róla hallani utoljára talán. És a talán a legnagyobb befutó, és ezért is hagytam a végére a sinka, ő egy magyar juhászkutya fajta, a, az, úgy tetszik a német juhásznak mondjuk a magyar megfelelője, tehát hogyha azt lehet mondani, egy ilyen jó kis terelő kutya, ami szívós, állófülű, ilyen félhosszú szőrű, nagyon jó küllemű, egyébként csavart farka van, mint mondjuk az akitának, vagy mondjuk a spicceknek, közepes termetű kutyáról beszélünk. Én azt gondolom, hogy ő is egy, hát, magyar ismert kutyafajta lesz, hogyha egyszer elfogadják, úgyhogy a mudihoz hasonló felfutást várok ott is. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet, én arra kérném önöket, hogy kövessenek bennünket, jelen vagyunk YouTube-on, Instagramon, TikTokon, Spotify-on, SoundCloud-on és Pinteresten is.